A február 16-ai Dac Slovan meccs keretén belül zajlott egy főzőverseny, amit a régió utánpótlás csapatainak szerveztünk. A Kukónia régióból 8 csapat képviselte magát, és káposztafőző verseny keretében összemérték erejüket. A versenyt a bősi csapat nyerte meg, és valójában mai esemény az első díj átvétele, ami szimbolikus, természetesen Peter Hibalával zajlik egy edzés a MOL Akadémián, és ez a nagyon jó kezdeményezés a Kukónia polgári társulástól érkezett, és óriási élmény mindannyiunk számára, annak ellenére, hogy egy kicsit esik első, de biztos vagyok benne, hogy a srácoknak óriási élmény lesz ez. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy az U11-es és a 13-os csapatunk itt lehetőséget kapott a DAC felnőtt csapatának edzőjével egy ilyen délutáni edzés munkára. Hát a srácok biztos, hogy megtiszteltetésnek veszik ki, hogy ilyen edzővel dolgozhatnak, ha egy pár óráról is csak. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk, és értünk is vele, úgyhogy röviden ennyi.